Sziasztok! Vettem egy új kétyűt, ketyerét. 3000 forint volt az Aldiban, le van értékelve. Ebből 400 forint az elem. És jelen pillanatban ott tartok, hogy egyelőre nem tudom összerakni, de ez az én bénaságom. Ah, már kész is van. Ő az. Sokan mondjátok, hogy ilyen kefét használtok. Erre több megoldást, illetve demonstrációt fogok csinálni ezen a héten, hogy lássátok, mi a különbség a 3000 forintos és a nem 3000 forintos tudományon és kutatók által kifejlesztett gépen, gép között. Lássuk, mi történik. Van nekem egy lemosóm, vettem. Nem, ez is egy ilyen se nem olcsó, se nem drága, 5 az 1-ben, tehát mindent így elmond. Ezt a sminket fogjuk most lemosni rólam. Egyik oldalon a Lumival, a másik oldalon pedig ezzel a kefével. Előre félek egy kicsit a bőröm miatt. Mindegy is, nincs ehhez hozzászokva. Tehát ezt az oldalomat bekenem én ezzel az 5 az 1-ben című, nagyon magas antioxidáns tartalmú kefés csodával fogom szépen én ezt itt lemosni. Meglátjuk, majd utána Lumival megnézzük, hogy mennyi maradt a bőrömön. Nem tudom, ennek van-e valami időlimite. Elvileg most 2 perc. Most fogok én csúszatolni az arcomon, hogy lássuk, hogy mi történik. Van a gyereknek egy 2 perces kis fogmosóbigyója. Úgyhogy ez most indul is, én pedig beindítom ezt a kis bigyót. Hát első körben érzése nem is annyira rossz, de van ilyen apró kis érzet, ami nekem olyan, hogy így serti a bőrömet. Na hát nem ehhez vagyok szokva. Remélem, jól le is hozza a sminkemet, mert legalább ennyi. Hát, ezt komolyan még 1 percig kell csinálnom, lehet, hogy megőrülök. Tényleg nem akarom bántani, de higgyétek el, hogy ettől a Lumi, várjatok, mutatom, elmentem a szemhéjamra. Leszedi a sminket. Oké, most már remegyük a rúzsomra is. Remélem, most már lejárna nagyon-nagyon durván csiszatol. 2 perc jár le. Most a gyereknek a fogmosó cucca. Hát én most annyira nem bánom, hogy vége van. Oké, mutatnám, így néz ki a feje. Most megnézzük ugyanezt az arcomat is Lumival, hogy mennyi marad benne kosz. Visszatértünk. Nyomom az én kis gépemet. Hát ő olyan, mint egy rotációs kapa, olyan hangja van. De ez azért van, mert valóban rotációs belülről a ható anyaga. Hát
Ég és föld a különbség, ugyanis ez nem karcol. Na nézzük, hogy mi újság van most, mivel mutatom az eredményt. Várj még egy kicsit. Hát ennyit a sminklemosásról. Tehát ennyi maradt benne még. Most bekenem az én kis lumi tisztítómmal az egész fejemet, mert ezt sajnos nem hagyom így a kefés után, mert először is elképesztően csíp. Jó, oké, nem vagyok hozzászokva, tehát ezt hagyjuk. Ez igaz. Na, most újra elindítom a videót. Ne kelljen a 2 percet végig néznetek megint. Meg mostan a kis lumiszpámnak a fejét egy pillanat alatt. És most indul a 2 perc. A lumink is így néz ki, illetve az arcom, hát ha jobban megnézzük, már a sminkemet jobban lemosta. Viszont én most megcsinálom ezzel rendesen az arcomat, és megnézhetjük, mennyi marad belőle. Megcsináltam a 2 percet mind a 2 oldalon az arcommal, és most jön az utólagos teszt egy sima vizes vigyóval, ahogy ezt a másiknál is csináltam, hogy mennyi smink maradt az arcomon. Egy lumi tisztítás után nem kell sokat várnatok, csak 1 percet csinálok, jó? Megcsináltam egyébként a másik oldalamat is, de mivel ez volt az a rész, amit mutatni akartunk, megdemonstrálni, ezért most csak ezt az oldalt csinálom. Még 1/2 perc. Elképesztően ég különben ez az arcom a másik szertől. Olyan, mintha tényleg így egy ilyen dörzsölő szivacsal átmentek volna rajta. Hát igazából egy kettővel, igen. Ezért jó ez a szilikonfej, mert finom. Puha. Nem bántja a bőrt. Nem karistolja össze. Oké, mutatom. Hát ez a különbség, mutatom. Jó, és még egyet meg kell néznünk, hogyan lehet elmosni őket. Jó, ez biztos az én hülyeségem, de én nem tudom ezt levenni. Úgyhogy még megpróbálom úgy elmosni, hogy rajta van a gépen. Mutatom lumiról, hogy vesszük le a fejet. Tadam. Ennyi. Ja, és cserélhető a feje ennek is. Ennek a másiknak is van több feje, de azt hiszem nem fogom nagyon kipróbálni. Annyi időt adok neki, amíg a lumit szoktam kimosni. Szeretném mutatni, ennyi maradt még benne a sminkemben. Engem sajnos nem győz ez meg. Köszönöm szépen, hogy velem tisztított a karcot. Most valamit kell csinálnom azzal az oldalmat. Köszönöm.